Na sziasztok, kacki Tom, itt vagyunk ismételten a mi idővel kettő totálról, és folytatjuk a Velence hosszú a gyáratot. A 17. résznél vagyunk már, te jó Isten. Azt hiszem minden itt, hogy repül az idő, mi? Na, mehet egy kör vége, ugye bár itt hagytuk abban. Jaj, de reggel van 7 óra. Azt hiszem minden itt. Én még itt nagyba kávézzok veletek együtt. Na nézzük az a... Na, mi van amúgy? Beszéljük meg. Tehát, hogy haladunk, ugye már csak így nagyjából 4 sereget kéne leverni így Olaszországba, aztán még a dánokat, meg még a magyarokat, aztán tök jók lennénk. Komolyan. Csak ez ugye még sok idő. Az ott finom lesz. Helyes, helyes, helyes. Háj, menj is innen el. Na, Prágát be fogjuk venni szerintem. Vagyis hát nem nagyon sok embert visz oda, úgy látom. Ó, remek. És továbbosom, hogy ez Zágrábot, tehát nem nagyon érdekli, hogy el fogom foglalni. Úgyhogy helyes, helyes, helyes. Nagyon jó. Ott van Ajaccio, ugye? Az utolsó, elvileg utolsó milánói város, mert hát a pápa elvileg bevette a másikat. Nagyon jó. Helyes. Na. Nézzük, mit kéne itt most csinálni. Itt egy ilyen... egy ilyen kis átkelő cucc. Ami nekem amúgy így kéne. Ja, az egy híd, köszönjük. Akkor meg pláne. Most gondolkozok rajta, hogy ezeket itt szét kéne everni addig, amíg... amíg lehetőségem van rá. Minden esetre Prágát mindenképpen elkezdem most romolni. Mert az alap, az a védelem, az semmi. Nagyon jó. Igen. Na nézzük, Dijonban lesz majd ugye egy kis barátkozás itt a dánokkal. Mondjuk annyira nem félek tőle, ahogy látjátok, mert hát... vannak jó cuccaink. Nos. Kit kéne meggyilkolászni? Hát igazából nem tudom. Oké. Itt nagyban mennek ugye most az átképzések a... előző csatározások miatt. Kicsit tolunk a adókon. Meg minden. Hú. Ja, és ugye, hát, ja. Elkészült ugye a puskapor, valaki, ami nagyon okos kitalálta. Úgyhogy nagyszerű. Háj, na már most hova kéne nekem ilyen puskaporos máj? Azt kéne kitalálni. Igazából, nyilvánvalóan valahova ide, ezekre a területekre, legfőképp. De azért okosan kell csinálni a dolgokat. Számszerű, yes. Az kéne viszont, hogy egy ilyenre beruházunk, persze egyértelmű. Na, hát akkor ők fogják itt védeni ugye ezt a hidat, hogy ne tudjanak átkelni Prágához. Hát itt Dijon lesz az, aki fel fogja őket tartani, remélhetőleg. Habár... ja, ez mindegyik ostrom lesz, szóval nem nagy cucc. Itt egy utód, amúgy. Így. Orgyilkos, nézzük. Hm. Ezek nagyon nem jól szoktak sikerülni általában. Erre is kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog kinézni. Na mindegy. Jó, mehet egy kör vége. Hát jó. Hát jó. Hát jó. Dijont azt nem fogja tudni bevenni, mert nem hoz ilyen katapultokat, meg stb. Tehát nyílt ostromba az egyértelmű bevetetlenek vagyunk. Remélhetőleg. Uh-huh.
Nagyon jó. Hát az, hogy Velencét mivel támadta meg, az roppant jó kérdés amúgy. Az kifejezetten érdekel engem is. Ugye a dánokkal mit fog csinálni, azt a 3 vagy 4 sereget mire visszaverem? 5. Ja, hát meg ugye az én kis seregem, ami ugye megy Bécs felé közben. Amúgy én azokkal nem is léptem, mi? Shit. Jó van, ügyes vagy. Hát most ez van. Helyes, 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 köszönöm szépen. Zágráb ostromában felhagyott, szóval... Az mi? Az most kell oda jampizott, hogy majd ő megtámadja? Menjél. Miért nem lehet felgyorsítani? Aj, Isten, akkor addig iszok egy kicsit. Na jó. Megnőd a papomat, mert... Helyes. Aha. Jó. Át kéne szállni oda ugye a Ajaccióhoz. Amíg még van rá lehetőségem. És akkor meg tiszta hülye vagyok, mert itt vannak a hajók is. Nem, az biztos, hogy nem fogom elvinni. Hát... Egy-két ilyet elviszek. Így, és akkor ugye jövünk ide. Hát ebben nem nagy védelem van. Ennyi ember bőven elég oda. Jó. Aztán elvileg a Milánóiaknak utána vége. Jaj, gyerekek, nem már. Most kajak, ennyi? Ez parasztok? Parasztok meg nyergetlen hűbér dolgok. Jó kombináció az. Angolok, skótok szövetséget kötöttek. Milyen egy... érdekes. Fú, gyerekek, mi lesz itt? Azt tudod. Ez bruti lesz. Ezt húzzuk már fel ezt az adót, hát Jézusom. De most én bányára nem akarok beruházni, ami nem biztos, hogy meg is tudom tartani. Mert nem biztos. Köszönjük. Kiírtjuk, azért írtjuk ki, mert ezek a nagyvárosok már borzasztóan rosszak, hogyha nem tudom visszahozni a közrendet. Amit ugye nyilvánvalóan nem szeretnék, hogy itt lázongjanak, meg stb. Meg így legalább adóztatni is tudok, mint az állat. Nagyon jó. Megvan Prága. És nem is rossz védelem van benne amúgy. Elrontottam. Gratulálok. Bullshit. Na jó, tök mindegy. Amúgy át kéne nézni a várakat. És... Mondjuk így ezeket így lecserélni. Még az, hogy 5 és 90-be kerül fenntartani, szóval így. Meg ahova nem kell annyi ember, ott ugye nyilván lecserélni a dolgot. Tehát most minden egyes kis izére szükségem van ilyen. Ugye mondjuk ezt most nem kellett volna, de tök mindegy. Tehát csinálni kell parasztokat, annyi a lényeg. Mert ugye a közrendet azok ugyanúgy fent tudják tartani, csak ráadásul nem is kerülnek annyiba. Itt is ki kellett volna írtani. De később bánat. Jó, oké. Na. Jó, azt ott majd szét kell verni, az tény. Az majd következő körbe. Na hát Ludwig kapitány ugye a hűbéri logoknál van, tehát a velencei jelszémat majd előszeretettel fogom ráállítani arra a csávóra, bár... Hát ez nem biztos, úgy. Nem biztos, mert általában nem sikerül lelőni. Tehát annyit meg nem ér, hogy... Ugye a gyalogságot, hogyha elkezdem lövetni, akkor sokkal nagyobb veszteség neki, mint hogyha most a hadvezérét próbálom megölni. Ne. Ez már kurvára unalmos. De úgy komolyan. Amúgy van balizatornyom, szóval benézte. Nem, ez tényleg kurvára unalmas már. Én nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ez bazd meg, hogy az összes csatát úgy kell játszani, hogy nyitva van a kapu. Hát én nem tudom. Nem tudom, nekem annyira nem tetszik.
Jó, és nyilvánvalóan a halálfaszára kell tenni az íjászaimat, ez természetes. Ez csak természetes. Na jó van, hát most akkor jobb, ilyen mit tudunk csinálni, semmit. Bízok benne, hogy valami jó lesz. De még nagyon gondolkozok rajta, hogy tényleg a főtéren kéne elvédekezni. Jó, ezeket majd a velencei jelzők rendezik. Szóval, hogy... mivel úgyis be fog keríteni. Jó. Szóval nem tudom. Majd valamit ki kéne találni. Tehát ezek a parasztok, hallod, ez... felborító. Na jó, mindegy. Értek onnan ti is inkább. Az a baj, mert most a főtéren védekezek, ugyanott vagyok vele. Tehát mindenképpen szívok. 64% és nem sikerült még mindig felgyújtani, hát gratulálok. The walls are no longer ours. The enemy have taken them. Jó van akkor. Jó van akkor. The enemy siege tower has reached our walls. Let courage and skill at arms lead our way. Ezeket küldjük oda egészen nyugodtan. Minden nincs elveszve. Hát itt még lehet valamit alkotni, hogyha úgy van. Ez elég egyértelmű. Ó, baszki, lőjetek! Elfelejtettem mondani, de jó. Nagyon fantasztikus. Oké. Hát ugyebár itt jönnek ilyen... hadvezéri testőrök, meg nem tudom. Innen is jön valami. Milyen innen? Az egy láncsás, az meg... számszerű jelsz, jó. Így. Így, né? Itt amúgy nem állunk rosszul, viccen kívül. Hát itt viszont, hogyha nem őket lövitek, akkor nagyon rosszul fogunk állni. Az a helyzet. Jó. Itt ugye közben megérkezett apu. Sűbéri lovassággal. Nagyon jó. Na, a srácok, meg kéne törni. Vagy hasonló. Természeti jelenség. Nem viszitek túlzásba. Na, itt jó lesz. Muszáj lesz neki. Jó van. Mondom, hogy nem viszik túlzásba. Itt ugyebár megy egy darab harc. Itt Mizu. Igen. Ezek ugye nem véletlenül vannak itt.
Igen. Na menjen még egy. Nagyon fasza. Jók azok a velencei jászok. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Mi? Ja, hogy mindenki elfutott. Gyertek így ide. Jó van. Nem olyan rossz ez. Helyes. Nagyon helyes. Hát már ez is több, mint a semmi. Jó, kezdjünk el most már azért üldözni. Na, ez itt tök jó. Ezeket elvileg levágják, mielőtt lejönnének. Vagyis hát ugye... ez a cél. Ezeket az üldöző szarokat csak le tudják vágni, vagy nem tudom. Na jó, utánuk. Még itt ugye van egy ilyen kis paraszti íjász. Ezekből mennyi érte túl? 42. Jó, akkor. Jó, itt ugye mindenkit le akarok vágni, ez teljesen egyértelmű. Ugye a jól megszokott módon, aki megtámad minket, az ne élje már túl. Vagy, érted? Lesz még itt lelőni bőven. Jó, hát minden fronton szépen helyt álltunk, úgyhogy ez jó. Na, gyerünk, 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 vágjunk szét mindenkit, srácok. Picit tekerjünk bele. Nyergetlen hűbérlók remélem meghalnak, mert őket mindenféleképpen meg akarom ölni. Okay. Jó, na várjál, hol vannak még ilyen emberek? Lőjük le először azokat, nem. De. Először ezeket. Valahol jön egy ilyen páncélozott lángyás csapat. Ez nem az. Aha. Paraszti, yes. Azt is levágjuk. Bár mondjuk ezek is le tudnák őket vágni. Már csak, hogy ne akadékoskodjak. Érted? Jó. Még ezeket megpróbálom elkapni. Ja, itt van amúgy az, akit nekem el kellett volna kapni az előbb is. Jó, azt megvárjuk, még hát a lovasságon beér oda, de nem biztos, tehát... így reménykedek benne. Mielőtt itt ugye nagyon elszaladnának, le kéne őket vágni. Mert azért 60 dal a páncélozott lángyás, az nem... ó, és elkezd visszafele futni, hát nézzünk meg, milyen aranyos, hát komolyan. Mindjárt beszarok. Még a milicista számszerű jászok is elkezdtek visszafelé futni, hát ez... ez komolyan mondom, csávó, mennyire aranyos. Jó. Hát nyilván a nagy dolgokat kell levágni. Mert a sok kis kicsi már alapból fel fog oszlani, ugye a kis maradékok. De ettől függetlenül nekem a tapasztalat miatt jó. Jó, ott még milyen? Hát jó, akkor ennyi. Jó, 177. Hát az... az ugye az... íjászok egy kicsit meg a...
kis közelharcok ugye a gyalogsággal. De meglett, úgyhogy nincs baj. A 177 az könnyen pótolható. Firenzébe gyorsan képzek 3 új IS-t, aztán átküldöm Velencébe. Sima. Amúgy lassan a szicíliai part a szállásomat is meg kéne tervezni, mármint ugye még Palmyra még mindig ott van. Mi? Fellázott a milánói sereg? Mi az Isten? De nem már, hogy elfoglalták. Ne idegesíts már most komolyan. De ne csináld meg, hogy elfoglalták. Az ő mindig milánói, akkor hogy lázadt fel az a sereg? Mi? De a dánok most csak erre akarnak jönni, vagy meg akarnak támadni? Vagy most képesség... Ja, hát mi más csinálnának, ha nem megtámadnak? Na mindegy. Hát akkor lesz itt egy kis mészárlás megint. Jaj, gyerekek. Hát az a dán cuccos nagyon kell oda. Érted? Na jó. Akkor... Az van. Ó, egy híd csata. Hello. Ó, ez viszont még akár jó is lehet. Nem, az a baj, hogy katapult meg... Pedig ami az rohadt jó lehetne. Megpróbáljuk. Nyomattuk egy gyors mentést, aztán próbáljuk meg. Mert itt ugye azért mondom, mert... ezt két darab... nyergetne hűbérivel fel tudom őket tartani, és közben a velencei jászaim az... Fú... Ne tudd meg. Azt a mocskos! Jézusom! Srácok, ez brutális lesz. Hallod? Hallod? Magaslat? Hallod? Hát most mit mondjak így önöknek, tehát... Most mit mondjak maguknak? Tehát, hogy magaslaton vagyunk. Így amúgy. Jó, meg egy ilyet kaptok. Ez a három fogja őket feltartani. Na most, hogyha jól tudom... Őket itt hagyom, mert minden igaz. Nincs német-római erősítése. Ó, gyerekek, hát ez durva lesz. Na jó. Te ide jössz, az biztos. Ti még lejöttek ide. Nektek a világotok fog megkeseredni, hogyha elfutottok. Azt garantálom. Mindenképpen maradjatok ott. Na már most ez, meg ez, ugye akiket nem akarnám, hogy meghalljanak, ezek hátra jönnek. Srácok, itt a... Itt az íjászaimnak olyan szerepe van, megőrülsz. Na, csak az a katapult ne vágjon telibe, kérlek. Márpedig telibe fog, mert... Mert nyilván... Na, kezdj el támad? Ó, sima lövedék kellő helyes. Ú, srácok, kezdődik. Gondolkodom a tízes nyilon egyébként. De nem. Hallod, ez... Ez itt nem lesz gyenge. Hát azért mondom, tehát... Ó, az mi volt? Ja nem, találta helyes. Gyönyörű! Igen, a kurva lovasod. Látszok, ezt a magaslatot, aki ide rakta, az egy isten volt. Menjen a tízes nyílba, az... Egy kis morálrombolás miatt ugye semmi más, meg itt már nagyon nem tudunk mellé lőni, tehát... Remélem. Akik itt elkezdenek szépen feltorlódni, ugye a katapultja remélhetőleg a sajátját fogja telibe verni. Vagy ilyesmi. Az a gáz, hogy üldözni nem tudok. Tehát itt lőj mellé, érted? De mondjuk azért ne a sajátjaimat, hogyha lehet. Várjál, vegyük ezt ki, aztán így kezdjük el oszlatni őket. Mármint ugye, hogy elkezdenek is szétnyílni ilyen legyező formába. És akkor elméletileg... Nagyobb tere lesz az íjászaimnak.
Mi az Isten van itt, gyerekek? Azt a rohadt. Megyük ki azt a tüzes nyilat. Te miért nem lősz? Srácok, hát... Ezeket hozzuk csak ide. Úristen. Ne. Na. De nem kell megtörni. Srácok, nem kéne. Valakit itt megtámadok már, ugye? Ne törjetek meg. Még az íjászai még bőven dolgoznak. Érted? A hadvezéri testőrt legyetek olyan kedvesek. Muszáj ők idehozni az összes gyalogosom. Mindet. Hadvezéri testőrt ki kell lőjem. Mármint így a hadvezér. Nem is tudunk mellé lőni, baszki. Hát komment itt, hogy lősz mellé? Jó, menj el tízes nyíl. Muszájuk bevetni a tartalék gyalogságot, hát azt ezt nem tudom így feltartani. Máshogy. Lőni kell, gyerekek, lőni. Azért tüzes nyíl azok, hogy megtörjenek. Nem azért, mert olyan jó. Ó, baszki, ez nagyon nagy csata lesz, hogyha megnyerjük. Hát pedig miért ne nyernénk meg? Hát ez itt a legjobb. Lőni kell. Jó, küld meg a frank lovagot. Kezdjük el lőni azt a hadvezérit. Őt. Egy itt áll, mint egy darab szar, és már régen meghaltott volna. De jó Isten, mi van itt? Mi? Ja. Baszki, elfogytak a páncélozottak, vagy nem tudom. Elfutottak? Nem néztem. De az a lényeg, hogy nincsenek. Menjen egy kis tüzes nyíl megint. Törjük össze őket. Helyes. Is. Na, srácok, ugye nektek lőni kell. Tehát így komolyan. Na, ne kell mondani. Ez egy durva nehéz gyalogsággal lefutom őket. De el nem merjen nekem futni, mert... Látod, milyen egy hévvel megtámadott, aztán ott fut a kis köcsök. De szar, hogy nincs lovasságom. Fussák, köcsög, gyerek. Úgyis meg lesz eldögöl. Ezért szar a tüzes nyíl, látod? Praise the Almighty! By the Lord above!
Jó, 200 ember maradt abból a seregből, ezzel ment ugye Zágráb ellen, tehát ezt ott kellett volna visszavernem, de most már semmi baj. Egy sikerült megöldösni. Helyes. Kifejezetten tetszenek az ilyen csaták, ugye? Na jó, közben megjött apu. Ugye a nagy sereg is megérkezett, amivel amúgy kellett volna harcoljon. Jó. Barisza torony nagyon gyorsan menjen, így van. Helyes. Ó, bazd meg, még az is magyar, Istenem. Annyira jó vagy. Most látni rá, hogy nincs hadvezér, baszk. Megyünk már oda egyet. Na, amúgy... Azt hiszem, tehát ez a sereg az ugye milánói volt, az tény. De az miért lázott fel? Nem értem. De komolyan nem értem amúgy. Na mindegy, így jártak. Mi az, amit nekem most nagyon kéne csinálni? Ugye igazából szinte semmi. Ja, tudom. Velencébe meg kell erősíteni a védelmet. Ami azt akarja, hogy... őket elhozzuk ide. És küldök helyette két másikat. De már most, amúgy itt el kéne dönteni, mit akarok csinálni konkrétan. Mert akkor kezdünk el csinálni sereget, tehát hogy ja. Moda szerint csak kurva katapultot, köszönöm. Na ezt így kell, srácok, látjátok, a katapult nélkül kell ostromolni és mindenki boldog lesz. És... így se kell semmit csinálni, hogy a májamba? Ez nagyon jó lenne, de nagyon sokba kerül. Lóas szám szerint ez... ó! Igen. Hát a bombarda az egy fasság, az tény, tehát nem... legyen egy vásártér, hallod? Nagyba. Viszont Gyulafehérvárba nem. Hol kéne rááldozni a pénzt? Hát amit egyikbe se tudom megcsinálni, szóval az gáz. De még itt most nem is kell. Hát jó. Akkor ez most egyelőre ennyi. Ennyi. Várunk egy picit. Hát ez nem volt egy durva kör, amúgy. Hát magyarokat hogy szétpicsáztuk ott a hídon. Azt a mindenit, az a magaslat, de jó volt. Hát ezt nem tudom, ki tette oda, de az egy hős. Konkrétan megnyerte nekem a magyarok ellen a háborút. Mindegy, az a sereg az ott pont jó, amíg odaér a másik. Aztán elviszem őket ugye átképezni. Vagyis hát el kéne foglalni majd valami fellegvárat is, vagy hasonló. A következő körben ostromolják meg Dijont. Hát ez nyilvánvaló. Nehogy már most. Ez ugye úgy fog kinézni, hogy Bécset ostromalá veszem, és akkor ki fog pusztulni a serege, mert ezt nem akarom megölni. Ugyanis ezekkel menni akarok majd tovább. Mármint ugye így... róluk beszélek, tehát... és nyilván... nyilván nehogy már el tudjam kezdeni ostromolni. Szarok bele. Jó, ez így. Nagyon ügyes vagy. Elfoglalták Jeruzsálemet, hát ez... eszméletlen. Gyulafehérvárban az oroszok kémkednek. Mert ugye itt van jászvásár, amit amúgy én is simán el tudnék tőle venni. Mármint nem azért, hogy... Nikai a fegyverkovács. Minek csináltam én oda a fegyverkovácsot? Na, de most komolyan. Baszki, mennyi orgyilkosom van, azt itt van ez a kurva imám. Ó, hát ez egy komoly csávó. Ja nem. Mégse. Jó, hát...
Tehát... Nem, tehát őt elvisszük. Őt is, meg őt is. Ezt lejjebb húzzuk. Tehát ez lesz az a sereg, amit elkezd majd nem sokára megtörténni. Csak nyilván először átképezzük őket. Ja, tehát Firenzéből ez a sereg fog itt kimenni. Oké. Azt nem tudom, szerintem nem kell kiírtani, hát 9000-es népesség az így belefér. Miért van itt ilyen rossz közrend? Egyből. Ó, amúgy meg ez tökéletes lesz nekem a szicíliaiak elleni invázióra. Ennyit Milánóról, köszönjük szépen, ti is jó, hogy itt voltatok. Úristen, hát... Egy pap az elég erőteljesen kéne ide, vagy inkább kettő. Ah, 19%, figyeled? 19% katolikus. Hú. Igen, tehát Velence akkor kész. Meg van erősítve. Milánóhoz, ugye az pompás. Ezek megtámadnak a következő körbe. Mi van még, amit meg kéne csinálni? Ja, igen, Zágráb. Nyilván nem vagyunk hülyék. Aj, nem már. Tehát ezt a sereget ezt el fogjuk vinni máshová. Bárhova, csak Zágrábban már nem kell egyáltalán. Ez tény. De úgy annyira hülye vagyok, komolyan, hát miért nem szóltok rám? Hát a baszki ennyi egységet tudnék feltartani ingyen, és nem tartom fönt. Ezt komolyan mondom. Ezek megvannak. Hát komolyan bazzek, miért nem szóltok rám? Istenem, hát ezen múlt a hadjárat komolyan, hát... Na, mindegy. Szóval, ja. Hát ezt ne kérdezz. Ezt se kérdezz igazából. Itt Smyrna meg Rodosz az ugye jó lesz, hogyha mondjuk esetleg inváziót akarok kezdeni Egyiptom ellen. Hát itt ezekkel mit kéne csinálni? Az megint jó kérdés. Hát nem vihetem ki ezt a sereget, mert fellázad. Amit most jelen pillanatban nem akarok. Úgyhogy, ja. Igen. Itt még azért nyilván képezzük át őket. Balisztatorony nagyon frankó. Oké. Na, srácok, ennyi lett volna most ez a kis rész. Remélem, hogy tetszett nektek is, itt lesztek velem a következőbe is. Én Tomi voltam. Sziasztok!